Egyedül vagyok, nincs párom és normális munkám sem. Gáspár Evelyn nehéz évet tudhat maga mögött. Evelyn nemrég ünnepelte a 27. születésnapját, amire egy hektikus év lezárásaként is tekint. Evelyn a születésnapját csendesen ünnepelte szerettei körében. A fiatal lány számára az elmúlt év igen ellentmondásosra sikerült, hiszen hol sikereket élt meg, hol a botrányok voltak főszerepben. Evelyn a Riposztnak elmondta, hogy intenzíven telt az elmúlt egy év számára. Botránnyal kezdődött a 2021-es év, amikor is vége lett a kapcsolatának. Úgy érezte, megalázták a nőiességét, de ebből az időszakból is sokat tanult, és szerencsére már túl van rajta. Azonban a férfiakban vetett bizalmát teljesen elveszítette. Korábban is bizalmatlan volt a férfiak iránt, hiszen volt már több rossz tapasztalata, ám hisz abban, hogy a sors összehozza egy olyan férfival, aki megérdemli, hogy szeresse. A sok rossz mellett sok jó dolog is történt Evelyn életében. A botrány idején már tudta, hogy óriási kalandban lesz része, hiszen ekkor már megvolt a szerződése a Survivor műsorára, aminek nemrég ért véget a forgatása. Evelyn elárulta, hogy fantasztikus élményekkel gazdagodott, és mindeközben lefogynia is sikerült. Leszámítva a tényt, hogy semmi normális dolog nincs az életemben, egyedül vagyok, nincs párom és nincs normális munkám sem, de hiszem, hogy a Jóisten mindent időben megad majd, tette hozzá. Születésnapján pont azt kapta, amire vágyott. Csodálatosan telt a születésnapom, hiszen a családommal lehettem, számomra pedig ez volt a legszebb ajándék. Reggel elmentem edzeni, majd kezelésbe vett a kozmetikus, a fodrász és a sminkes. Ezután elmentünk ebédelni a kedvenc éttermünkbe, majd beültünk egy koktélra. Ajándékot nem kértem, hiszen amire vágyom, azt megváltam magamnak. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.